Itt vagyunk a Balatonboglári műemlékhajón, és a tulajdonos talán, ha jól mondom. Üzemeltetője vagyok a hajónak, a tulajdonos az a város. A tulajdonosa a város. Az üzemeltető mutatja meg nekünk, hogy mit is találhatunk. Most a hajó órában vagyunk. Így van, ez a hajónak az órésze, amiből mi egy gyerekjátszót alakítottunk ki, ahol a gyerekek egyénileg is és csoportosan is játékosan ismerkedhetnek a hajózási dolgokkal, a csomókötéssel, a kódlobogókkal, a hangjelzésekkel, rajzolhatnak, ha a rajzaikat itt hagyják, abból kiállításokat szoktunk szervezni, ahogy itt látszik is a falon, illetve nagyméretű hajó, illetve kikötői pazülökkel versenyt is szervezünk, hogy ki tudja hamarabb kirakni a gyerekeket a hajón, körbe sétálunk velük, és a hajónak a különböző részeivel is ismertetjük, kívül és belül. És mit lehet tudni erről a hajóról? Ez a Balatonon teljesített szolgálatot? Igen, ez a Balatonnak az első csavargőzös hajója, a második gőzhajó, az első a Kisfaludi volt, de az lapátkerekes volt, és és ez volt az első, amit hajócsavar hajtott meg, és Régfülöp és Boglár között üzemelt ez, menetrend szerinti járatot járt, személyszállításra, áruszállításra, és még postahajóként is üzemelt egy rövid ideig. Ez azért érdekes, mert a hajónak a fal részébe egy bélyegkiállítás látható, ugyanis ennek a hajónak egy saját bélyege is volt, amiből, kevés az, ami forgalomba került, még kevesebb, ami megmaradt, és az értéke felbecsülhetetlen, nem csak idehaza, hanem a világ összes bélyeggyűjtője számon tartja ezt. És meddig teljesített szolgálatot? Mikor vonult nyugdíjba? Hányban? A hajó az 1872-ben épült, és 73. március 2-án indult menetrend szerinti járatán, ahogy elmondtam. Sajnos szűk 5 év után csődbe ment a részvénytársaság, és a hajó elkerült a Dunára, de ott már csak vontató hajóként 106 éves koráig szolgált. 106 éves korában kivonták a forgalomból, de még néhány évig oktató hajóként délpesti kikötőbe használták, majd ezt követően ajánlották a városnak, mint innen indult a pályafutása. Hát itt emlegetjük a Balaton Boglár, de Régfülöpnek is ugyanannyi köze volt ehhez a hajóhoz, mint Boglárnak. Hát ez a Boglár szerencséje, hogy ide került a hajó, és itt lehet látogatni. Teljesen jó. Nézzük akkor meg a többi részét is a hajónak. A hajónak a középső részében, itt ebben a térben, itt a balatoni gőzhajózás kialakulásának a történetét ismerhetjük meg a tablókról. Röviden az első gondolat a Kossuthé volt, ő vetette fel a Füredi Levél című írásában, hogy miért nem járnak hajók ezen a gyönyörű tavon. A megvalósítás már részben Széchenyihez kötődött, de a Baross Gábornak, az akkori közlekedési a közlekedési miniszternek is ugyanannyi köze van körülbelül hozzá, mert hogy őtőle kértek állami segítséget, ő ígért és adott is, annyi volt a megkötése, hogy épüljön meg legalább 2 hajó. Hát ez a Herka és a Kelén volt, ami megépült. Az érdekessége mind a 2 hajónak, hogy 100 éves elmúlt, és a mai napig sétahajózni lehet. A Herka itt a nyugati medencében, és a Kelén pedig a keleti medencében sétahajóztat. Hogyha tovább haladunk ebben a kis részben, a két kikötőnek az élete van elmesélve a tablón, illetve régi képeket, fotókat játszunk le. Itt a fal részben, amiről beszéltünk, ez az ominózus bélyeg látható, illetve ennek a története. Egyébként áprilisban jelentettünk meg egy könyvet ezzel kapcsolatban, ami a hajónak az életét is elmeséli szűkösebben, és a bélyegnek a történetét viszont egészen részletesen. És akkor most itt a hajón is van ilyen bélyeg?
Nincs ilyen bélyeg. Nagyon örülnénk, hogyha a hajó is birtokolhatna egy ilyet, de ha nem birtokolnánk, hanem csak a kiállításra kapnánk, de ennek az értéke annyi, hogy még a biztosítást se tudnánk rá kifizetni, igen. Tehát ezért csak reprodukciókat tudunk itt a hajó. Drágább, mint a hajó? Hát sokszorosan. 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 Igen. Csoportokat fogadunk, egyéni látogatókat fogadunk, minden évben frissítünk, újítunk, amit egész évben összegyűjtünk, azt a télen feldolgozunk, és a következő szezonban bemutatjuk a közönségnek. És sok látogató? Hullámzik, hát ahogy a turisták is hullámoznak. De Balaton. Abszolút időjárás függő ez. Hogyha egy kicsit rosszabb az idő, akkor a mi látogatottságunk jobb, mert ha jó idő van, akkor a strandon töltik az időt az emberek. Hogyha kánikula van, akkor kevesebben jönnek a hajóra föl. Nagyon jó. Ez igazán különleges. Van még ilyen kiállítás a Balatonparton? Ilyen típusú? Hajóban, ilyen öreg hajóban nem. Az újonnan épült hajókban is rendeznek, szerveznek kiállítást, ilyen a Kisfaludi például a Keleti medencében, de az csak egy replikája a Kisfaludinak, hát ez viszont hát a valódi hajó, ami 1872-ben megépült. Aha, tehát az sokszor átépítették ez alatt az idő alatt, gőzösként indult, majd a 70-es években a dízelvesítési hullámba ez a hajókat is utolérte, és a gőzmasinákat elbontották, sajnos nem őrizték meg őket, és dízelmotorok kerültek, és onnattól ugye dízelmeghajtással jártak a hajók. Ah, tehát nem gőzlek. Nagyon érdekes. Nagyon szépen köszönjük, hogy mi is köszönjük az érdeklődést, és szeretettel várunk mindenkit.